161 ezer forint bruttóban. Ennyit keresett január 1-e óta az, aki minimálbérért dolgozik. Ez 8%-os emelés a tavalyi 149 ezer forinthoz képest. Nettóban ez havonta 107 ezer forintot jelent. A szakmunkás minimálbér is 8%-kal emelkedett, annak mostantól 201.600 forint a bruttója, vagyis készen 140 ezer forintot kapnak az ennyiért dolgozók Magyarországon. A nettó értékeket számolva a minimálbér így nagyjából 8, míg a szakmunkás minimálbér nagyjából 10 ezer forinttal nőtt 2019-hez képest. A nagy cégek könnyen kigazdálkodják még járulékokkal együtt is a megemelt összegeket. A mikro- és kisvállalkozásoknak viszont még úgy is komoly terhet jelent majd, hogy a szakszervezetek 10%-os béremelést akartak kiharcolni, mondja a Kereskedelmi és Iparkamara Tolna megyei elnöke. A kisvállalkozóknak és ezen belül a mikrovállalkozóknak már tavaly is gondot okozott a minimálbér kigazdálkodása, és várható, ami most egy 8%-os emelés után további nehézségeket okoz. Ez látható is, hogy a legkisebb egységek hát nehezen tudnak boldogulni ezzel a bérteherrel. A kamara elnöke szerint nem kizárt, hogy a munkavállalói érdekképviseletek elégedetlenségének lesz foganatja évközben. Fischer Sándor szerint lehetséges, hogy a két évre szóló, jogszabályban rögzített bérmegállapodástól eltérve magasabb emeléseket tartalmazó ágazati megállapodások születnek majd. Fontos, hogy növekedjenek a bérek, hiszen ez tartja meg a munkavállalókat egy adott helyen. Ha ez nincsen, gyakorlatilag sokkal nagyobb lenne a fluktuáció. Magyarországon egyébként már nem csak Nyugat-Európához képest marad el jócskán a minimálbér összege. Lengyelországban például január óta már 198 ezer forintnyi zloty a minimálbér összege, Szlovákiában nagyjából 191 ezer, Romániában pedig 156 ezer forintot vihetnek haza a minimálbérért dolgozók.